Sziasztok, Timi vagyok. A következő egy olyan technika lesz, ami nekem az egyik kedvencem. Elegáns, megfogja az emberek szemét, én rettenetesen szeretem, többféle módon fogom nektek ezt most bemutatni. Először a különböző alapokat fogom felrakni. Több szint választottam, hogy mindegyiknél lehessen látni, hogy mennyiben más attól függően, hogy milyen szint választunk. Nem csak egyféle körömlakot lehet használni, lehet keverni is a körömlakokat. Különböző színeket is lehet egymáshoz vegyíteni. Ha nem akarjuk, hogy ugyanolyan színű legyen az egész. Felkentem még egy réteget, hogy szebb telítebb színek legyenek, és itt jön az én kedvenc technikám. Fehéren a leglátványosabb szerintem. Mindegyik színen szerintem más-más, attól függően is más maga a körömlak, hogy milyen vastagságba kened fel. Ha vékonyabban kened fel, akkor kisebb repedések lesznek. Ha vastagabban kenem, nagyobb repedések lesznek. Ha egy színt használunk, akkor körülbelül ilyen. Több színnél már egy kicsit érdekesebb a technika.
élénkebb színnél. Vagy ugyanúgy élénk színnél, de hogyha már több van. Amik én leginkább fémes színeken szeretem használni. A másik kedvencem, hogyha csillogósom. Amint látjátok, ez a körömlak kicsit matt. Én jobban szeretem, hogyha ez a körömlak maga védve van. Én szoktam rá tenni egy réteg fedőlakkot. Ebből nem kell túl vastagon kenni, mert máskülönben elkenjük. Fedőlaknak annyi szerepe van, hogy így maga az alsó körömlak szebben mutat, és jobban láthatóvá válik. Most megvárom, hogy megszáradjon. Száradás után így néznek ki a körmök. Mindegyiknél az átlátszó lak kiemeli a csillogását, illetve a fényét nem lesz olyan matt. Nekem ez az egyik kedvenc technikám, nagyon gyorsan megvan, és nagyon szép érdekes körmöket lehet vele elkészíteni. Ennyi lett volna mára, remélem tetszett, és majd megnézitek a következő videómat is. Sziasztok!